Olvasókör a Civil Rádió FM 98 műsorában, hétfőn este 8-tól. Az Olvasókör a művészet, a művészek világát kívánja a hallgatókhoz közelebb hozni. A magas kultúra képviselői nem elefántcsontoronyban élnek, műveik megértéséhez különleges képzettség sem szükséges. Az Olvasókör bizonyítja, hogy a művészek ugyanolyan emberek, mint mi. Minden hétfőn 20 és 21 óra között a Civil Rádió FM 98-on ezt mutatják majd meg mindannyiunknak. Olvasókör hétfőn este 8-tól a Civil Rádió FM 98-on. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán. Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Önök a Civil Rádió Olvasókör című műsorát hallgatják. Mai vendégünk egy költő, aki most indul a költői pályán, bár ebbe az értelembe nem fiatal ember, de költőként mindenképpen pályakezdőnek tekinthető. Szabó Jánosnak hívják. Szabó Jánossal abba egyeztünk meg, hogy én kérdezek tőle valamit, és ő ezekre a kérdésekre versekkel fog válaszolni. Kedves János! Első versek közül szeretnénk hallgatni, amelyek időben a gyermekkorhoz állnak közelebb, a szülőkhöz, esetleg a példaképekhez, a tanárokhoz. Ebből először a szülőket választjuk ki. Kérném akkor, hogy szülőkkel kapcsolatos verset mondjál a hallgatóinknak. Apám éppen 10 éve ment el. Távoli hegyek mögül a fények mellém gyűlnek a szürkülettel, látják, asztalomnál egyre üresebbek a székek, figyelmeztetnek. Apám éppen ma 10 éve ment el. Ahogy a lassan érkező este fényeket felissza, felfénylenek a hajdon volt utak, melyeket véleródtam, vagy inkább mellette, sőt, a legigazabb, hogy csak a közelében. Mert a túlzott közelséget nem szerette, s nem szenvedhette semmiképpen. Ha eszembe jut, először mindig a halálos ágyon. Ahogy szeme még érdeklődőn és élni vágyón, végig kutat, látom őt. Utolsó találkozásunk volt az e világon. Aztán, mint éppen most is, értem jön egy láthatatlan konflis, s gyermekkoromba térek vissza hozzá. Gyakran történt, hogy alkonyattájt, életre keltek lelkében a kották, talán nyugtázni akarta a múló nap letüntét, vagy visszahozni annak vásott kopott derűjét, nem kezdte el bontani, fúrni a vaskos falakat, keresni a méltó oszlopos szavakat, inkább csendben elővette a hegedűjét. Boldognak láttam őt, amikor lelkében mozdulni érezte a táncot, ilyenkor nem nézte, hogy vet a zene ráncot, el tudta hitetni velünk gyermekekkel, hogy az érkező sötétség tele van barátságos vidám szellemekkel, pedig csak az újabb elvesztett nap fölötti fájdalmában játszott. Nem maradtak utána nagy művek, melyek dacolnak az idővel, a mindig okvetetlenkedővel, csak amikkel elbírnak a nyűvek, néhány levél, apró versek, rajzok közvetlenül az életnek készültek, nem kérkedők, nem egetverők, a halállal napi szinten feleselők, konkrét címzetteknek kézbesültek. Lehet, hogy volt titkos világa néki, olyan percekkel, tán órákkal is, amiket élvezett, s biztosan vágyott sok titokra, mikre ráéhezett, de soha nem tudhattuk, hogy mit épi szívét, s mi az, amitől a lelke megremeg. Sorsát férfi mód vállalta. Bár nem volt néki sem könnyű, volt, hogy az életét fájlalta, ilyenkor keményen megnevezte, mi az, ami éppen szörnyen szörnyű, de ha olyan olykor kedvét a bánat meg is ülte, nem panaszkodott. A feltűnést kerülte. Pontosabban nem azzal kívánt lenni érdekes, hogy szánt szándékkal feltűnést keres, inkább csak hallgatott, figyelt, mások beszéde közben olykor félrenyelt, de mindig végigvárta, amíg asztalt ér a kártya, s minden kérdésre megfelelt. Teljes világ volt ő. Megértette a törvény kemény parancsát, megértette, s velünk is megértette, hogy egyetlennek kell lennie, és vállalni kell mindenkinek gyarló emberi arcát.
Tudta, hogy ami egy emberből világa felé integet, abból sohasem ismerhetjük meg a lényeget. Ellenben figyelni kell a harcát. Amikor kutyaszorítóba fogja a sorsa, amikor valami nem várt örvény váratlan elsodorja, hiszen csak akkor válik el, hogy ki lehet jó barátunk, testvérünk vagy ismerősünk, aszerint, hogy lelke a próba közben mit énekel. Mint egész világ ment el mellőlünk, és egész velünk van ő azóta is, amitől rendszeresen megilletődünk, intéseitől már nem húzódunk el vadul, tudjuk, a gyermek egy vérapjától akkor is tanul, ha az már elment visszahozhatatlanul. Mert bolygósorsának bár leáldozott, s titkos világa már soha meg nem újul, mi, akik láttuk, hallottuk őt, mi lennénk ezerszer átkozott, ha elfelednénk rútul, hogy a csillagok között ott kanyarog egy örök rajzú pálya, amelyen hajdan ő egyetlen útját járta. Első születésnap, amelyen már nem vagy itt. Anyám ma lenne 80 éves. Útra kész szívvel, kifényesített bátorsággal, azzal a kevéssel, a kiválasztott legkisebb utitáskával, egy utcai sorsoláson megnyelt utitervel, azzal a merésszel, s azzal a hittel, hogy az út árnyas és pihentető lesz, szórakoztató és tanulságos, azzal a föltevéssel, csak még köszönök a maradék apróságnak, s a világ négy sarkának, mielőtt a meghívót hoznád, indulok hozzád, anyám. Vérző homlokkal, árvult tekintettel, virágok helyett a világ sebeivel, megalázott testemen, s vágyával az anyatej ízének, az ölmelegének, a gondoskodásnak, a kézmozdulat ívének, a régi közös illatú padlós szobában nézem a képedet, anyám. Félrehajtott fejjel, emlékező megindultsággal, el-elkóborló figyelemmel a világban tett utadról, az első szerelmedről, gyermeki gyötrelmeidről, bakfis bánataidról, egyetlen királynővé cseperedésedről, a csekély lehetőségekről és a nagy csalatkozásaidról, s életed más apróságairól, amelyekről sohasem volt időd beszélni, kérdezlek téged, anyám. Kérdő szemekkel, lábaidhoz rakott gondjaimmal, könyvekbe préselt fájdalommal, felstócolt kérdéseimmel, kétségeimmel, nem egyel.
osztom, szorzom, hogy tőled mi maradt, s véled mi ment el, s hogy hogyan véded még mindig nekem, ami maradt, reszkető kezeddel, azzal a mozdulattal, amely alá engedelmesen odasimul az asztal, s én gyermeki csodálattal nézlek, anyám. Feltartott fejjel, szelíd tekintetedbe mélyedő kutató szemekkel, mint aki számol vesébe látó szemekkel, mint aki ismeri ritka hatalmadat, amellyel szemben senkinek nem lehet titka, még nekem sem, a gyermekednek, kiben a vágyak egyszerű igazságért perlekednek, állok előtted, anyám. Útrakész szívvel, kifényesített bátorsággal, azzal a kevéssel, a kiválasztott legkisebb utitáskával, s utcai sorsoláson megnyert utitervel, azzal a merésszel, s a hittel, hogy az út árnyas és pihentető lesz, szórakoztató és tanulságos, azzal a föltevéssel csak még köszönök a maradék apróságnak, s a világ négy sarkának, mielőtt a meghívót hoznád, indulok hozzád, anyám. Thank you.
kedves hallgatóim! A Civil Rádió stúdiójában, az Olvasókör című műsorban továbbra is Szabó János költő a vendégünk. Első verseivel a szülőkről emlékezett meg, folytassuk ezt a sort, majd utána a gyerekekről, gyerekeiről, illetőleg a tanárairól és példaképeiről mondjál, légy szíves nekünk verset, János. Szerencsém volt. Megszólíthattam, megölelhettem, és láthattam anyámat holtan. Nem a hatalom szíve esett meg rajtam, csupán szerencsém volt, épp szabadlábom voltam. Akire büszke voltam kisgyerekként, az a magas, karcsú, mosolygós, fekete asszony. Igaz, fehérre őszült, fogatlan élőhalottként, de megvárta, amíg kiéreztenek a sitről, nehogy a búcsúzásnál a világból kifelé vezető úton pont engem elszalasszon. Még örült kicsit nekem, mint régen, amikor iskolából hazaérvén nekem melegen tartott levesét ettem, de már kínjai voltak, s félelmek kerülgették, soha se nézett rám szebben. Most már ő sincs nekem, csak én vagyok neki, ahogy a hajnal a sötétet követi, eltemették, s vele az ifjúságomat. Megáldom a cella sötétben, vélem vigasztalom vírasztó angyalt, mert meghallgatta fohászomat. Megszólíthattam, megölelhettem, és láthattam anyámat holtan, nem a hatalom szíve esett meg rajta. Csupán szerencsém volt, épp szabadlábon voltam. Thank you.
Fiadra gondolsz. Tamás fiamnak, apai hálával, aki nálamnál is hősiesebben küzdött meg a démonokkal. Te, aki attól félsz, hogy szívesen elfelednek, akik valaha is szerettek, mit mondasz majd a gyermekednek, ha a beszélőn ő keres meg? Belényilal le szívedbe, ha látod őt árván, ha megérzed, hogy veled szövetséges szívében más van, mint a száján. Mit dadogsz majd, néki zavarodban, ha egykori képe emlékezetedbe robban, ahogyan tartottad őt karodban, kezdő apakorodban? Hiszen tiszteled őt, és vigyázva vigyáznád lelkét, s bármit megtennél, hogy illúzióit ne verd szét, önvádló indulatok mozdulnak benned, mintha virágzó gyümölcsfára fognál fejszét, s képtelen volnál parancsolni kezednek. Jobb hiány most csak itt heversz, véredben mannát méreggel keversz,
s kívánod, ne legyen beteg, ne fájjon teste, lelke, hisz nem tudod, mikor látod megint, s nem kértheted szegényt, mi lelte. Jobb hián el-elgondolkodol, hogyan találkoznátok mégiscsak ti ketten, a börtön külsőségeken felül emelkedetten. Ahogy a beszélő terembe lépsz, azonnal látod, s hogy rászántad magad, most már cseppet se bánod, ahogy tekintete látodra felderül, most ő segít neked, hogy tudd a dolgod, saját lábadba ne kelljen megbotolnod, ahogy megszokta tőled, tehest a dolgod emberül. Zenés barangolás saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában. Levél Endre bácsinak 100 év múltán. Rejtőzködöm és reszketek a bánat balján, a szégyen szeleitől csontvázamig a szalván, az önkény korbácsa újult erővel veri a hátam, pedig azt hittem, már minden titkába beleláttam. Megszámlálhattam saját magam, mennyi az annyi, hallottam, Szkítiának új császára van, s láttam Babilon sötét vizeit elapadni. Rég volt, hogy a sötét hullámok megkönnyebbült holtakat sodortak, ma már a puszta hírével is öl a holnap. A szerelmek s a szenvedelmek régen felfalták egymást, az őrületek olcsón kivásárolták az összes meghasonlást. Tám még emlékszel, a trubadúrokat itt mindig kiröhögték, a hajnalok mára mint külföldre mentek, a hárfából, hogy a sátánt illőn köszöntsék, áldozati tüzeket raktak a rettenetnek. Az istenek az elszabadult bűnök miatt vad kétségekben fuldokolnak, kik mindenüket odaadták a harcnak, most gyermekeik jövőjével lakolnak. A nő a hímet rusnya betegségekben hempergeti, s a bornál sokkal pusztítóbb drogokban, zsúfolt szanatóriumokban, ahol naponta bomba robban. Ha látnád, hálni se jár már bősz hite a magyarba, s ha tönkre jut, ma is azt mondja, mint a te idődben, ő így akarta. S ha látja, amitől lelke mélyén úgy félt, hogy ismét régi uraitól csorran ma is a vére, nem fegyveréhez nyúl, s nem kiált orvosért, hősiesen szoktatni kezdi lelkét az újabb rabló mesére.
Kedves hallgatóink, az olvasókör mai vendége továbbra is Szabó János. A költő a keserű évekről is írt verseket, ezekből hallgassunk meg most néhányat. Az igazi börtönparancsnok. Az igazi börtönparancsnok elöljáróinak bitang jól fekszik, beosztottaival csendben veszekszik, s ad arra, hogy respektálják a latrok. Akkor is szól, ha látszólag nincs szava, akkor is itt maraszt, ha mennél már haza, csak olyat lép, hogy nehogy félrelépjen, egyenruháján te érdek sok az érem. Ha tyúk szemedre hág, vigyázz, nehogy kihágjon, ha orba pöcköl, vagy szájba vág, nehogy neki is fájjon, ha bőrödre billogot süt, nehogy valami ebből kisüljön, ha valaki mégis felülteti, kedve nehogy végleg leüljön. Ó, jaj, ha jaj, ezen az horpat fenekű föltekén börtönparancsnoknak lenni nem örök bérlet, soha nem hagy nyugodt álmot a rém, itt egy megátalkodott őrtámadás, amott fondorlatos szökés kísérlet. Az igazi börtönparancsnok elöljáróinak bitang jól fekszik, beosztottaival csendben veszekszik, s ad arra, hogy respektálják a latrok. Akkor is szól, ha látszólag nincs szava, akkor is itt maraszt, ha mennél már haza. Csak olyat lép, hogy nehogy félrelépjen, egyenruháján temérdek sok az érem. Soha egy fél lépést sem enged, mégis mindig rugalmas, amiről nem tud abban is határozott és keményen tilalmas, ha a források hiányoznak, parancsba adja mégis, s ha mindenki akarja, döntése mégsem, csak azért is. Ó, jaj, hajaj, ezen a horpat fenekű föltekén börtök parancsnoknak lenni nem örök bérlet, soha nem hagy nyugodt álmot a rém, itt egy megátalkodott őrtámadás, amott fondorlatos szökés kísérlet. Az ítéletről. Az ítéletről, mely fogamzásomkor kimondatott, csak fokozatosan süppedő kátyúkon, storladó gátakon keresztül tudhattam meg, hogy mit jelent. Amikor már borotváló szél fújt, és áztató eső mosdatott, és az egyre indulatosabb múlt vonta kérdőre a jelent. Amikor láttam, hogy az emberek hultukban egymás karjaiba esnek, s szörnyülködtem, mi sokan vannak, kik nem számíthatnak erős karokra, hogy mi is sokan vannak, akik elszórt morzsákért is remegnek, s milyen erős szerelmek állítanak ki nőket a sarokra. Amikor láttam, hogy akik szeretnek, mi nagyon szenvednek, s akik gyűlölnek egész nap szájukig a kanálisban járnak, s akiknek elegük van magukból, s az életüknek véget vetnek, valójában kiküzdött jövőjük előtt kapitulálnak. Amikor láttam a piacokon, hogy mindenki másét adja el, s akiknek nincs mit, azok ügyesen lopnak mások zsebéből, s hogy a legveszélyesebb mindig a közeli rokon, barát, haver, s hogy minél többet építettek egy kapcsolatba, annál hamarabb szétdől. Amikor láttam, mekkora tömegek igyekeznek önkívületbe, s hányan botladoznak kivagyiságból éles kések között, mi sokan vannak, akiknek sokat gyára sem elég a lecke, akiknek jónak öltözött sorsuk Belzebub farkához kötött, úgyhogy amikor fontoskodom, szürke arccal, remegő szájjal, felolvastad példásan megtorlónak szánt, csak mi ketten tudjuk, mennyire légből kapott verdiktedet, tudtam, te magad is az isteni ítélet része vagy, együtt téged felbérelő keresztapáddal, s ami fogantatásommal kimondatott, az most csak felfüggesztetett. Olvasókör. Zenés barangolás saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában. Kedves hallgatóim, Szabó János költővel ülünk a Civil Rádió stúdiójában, és az olvasókör hallgatóinak verseket mond maga a költő. Több versét is olvastam, amelyek Budapestről szólnak. Kedves János, kérlek, válassz egyet a Budapestről szóló versek közül. Megáldom Budapestet. Átok és dögvész Budapestre. Száz vallató éjjel és emésztő nappal sinylődtem, szenvedtem börtönében. Én, akire büszke lehetett okkal, akit megsüvegeltek emelt kalappal, aki első voltam legelső ünnepében,
új hősöket vezettem színe elé a régi hősök nevében. A tűz emésze meg a földrengés döntse romba, amiért éppen engemet fegyverrel rohantatott le ez a város, ormótlan, arctalan, durva goromba pribékjeivel földre tepertetett, és érte dolgozó kezemre ráfűzette velük a láncot. Dög halál néptelenítse el, lakói egymás hasából lakjanak jól, emberöltönként látogassa pusztító háború. Szidhatnám, átkozhatnám féktelenül napestig, de mégsem teszem. Hisz szívem és eszem azt súgják, nem ez a helyes visszaút számomra a vágyott Budapestig. A szeretet, mely vélem egykorú, azt súgja, ne induljak ki a gonosz papokból, akik ünnepeken integetnek az ablakokból, hisz nem tűnhet el homlokomlóra ború, csak ha béke lesz bennem e szegleten, hiszen e várost magam választottam, lajtorjámat fontos tornyának támasztottam, s nem csak megtaposott önérzetem, de még velem szembeni indulataim is e városnak köszönhetem. Az igazság az, hogy engem hajdanán hívott magához ez a város, de mondhattam volna nemet, s nem azzal győzött meg, hogy egyik tere boráros, sem azzal, hogy legrégibb temetőjébe már régen nem temet. Jöttem, mint a nép naív fia, akit már lemérlegelt az akadémia, s figyelemre méltónak ítélt, akin még a női képzelőjérő is megindult, mint a Nemzeti Galériában Mednyánszki Zicsi akvarel rajzain. Akkor már szétszéledőben volt itt az élet, mindenki tudta, Sztálin öröksége az ördögélet, s én hozzám közvetlenül hozta a bomlás legfrissebb híreit az empíria iránt elkötelezett tudományom, a szociológia, akár a gyorsfutára tortát a Hauer cukrászdából eredeti rajzú díszdobozba. Már nem volt igazán árnyas a Városliget, nem főztek jókat a kocsmákban Óbudán, sokszor a Dunában sem találtunk már elég vizet, csak a régi szobrokat kérdeztük. Na jó, ami volt, nem lesz. De mi jön ezután? Még akkor voltak, még nem voltak akkor forgalmasak a korzók, nem fújtak új szelek Újbudában, nem ismerték a kézműves borokat, a vendéglői korsók, s matt volt a márvány Szent István templomában. De gyürkőzött, s felkapta a fejét a város értelmisége, s az ő szájával követelte újra kékegét a szabadság kissé könyvízű szellemisége, az ő keze mutatta az utat a század dohos despotizmusának. Jó volt érezni, hogy szemünk valódi jövőt kutat, s újat hozón rajtuk túlléphetünk, miután sóval hintjük be hűlt helyük az elaggott pasáknak. Jó volt-e városban élni akkor, valódi tennivalói közt a kornak, s jó volt nyitni a rozsdás kapukat akkor is, ha küszöbein még sokan elbotoltak. Hogy kilép elébb nem volt irítség. Sajnáltuk azt, ki kimaradt resten e nagy világfelfordulásból a 80-as évek végétől Budapesten. Így hát én nem hagyhatom bántani a várost, hiába hagyta, hogy pribékjei megtapossanak, s kidobjanak a felesleges salakba, hisz még annyi itt a gazd csaló kurva pecér talpon álló lovag a magyarság alja, hogy el kell még itt a célba találó pontos szó, s a pártatlan meg nem alkuvó, aki a zavarosoknak valódi mélyét valóban megkutatja. Nem hagyhatom, hogy bárhonnan megalázzák, magára találásának nehézségeit gonoszul félremagyarázzák. Majd én bántom, ha kell. Nekem szabad, én megszenvedtem érte. Nem azok közül vagyok, aki csak térdepel, hanem akinek véres is a térde. Mit tudják azok, akik csak hasznát szedték, hogy hol szorít itt a csizma, és hol túl laza az ereszték? Ne azon darálják az igét, akik a közaranyát mindig csak maguknak szerezték, akik buzgón hízlaltak zsebet is, hast is, s a Szent István napi körmenetből álszent pofával lesték a baksist, akiket nappal alig láthatott a város népe, hisz rendes éjjel fáradalmaikat pihenik, nem érte, hanem belőle élve. Ne vegyék ilyenek szájukra nevét, mint az ostját, mind kapja meg, ami jár nekik, kik Budapestet rontják.
Bár én nem Budapesten születtem, sorsa sokat próbált kövei előtt kezdettől tisztelettel álltam, annak rangját mindig magasnak láttam, ha érte valamit tehettem, s befogadásáért hálás vagyok, ezt vallja mindent tettem. Kívülről mindez nem látható, s nem értheti ezt senki, születés nem adja ezt az érzést, csak munkával lehet megszerezni. Mindent, amiért ifjan élni érdemes volt, számomra a városban keretezte az égbolt, s ha várna még itt csapda, tör, akármi, több ez, mint ha itt tanultam volna vízen járni. Igen, börtönbe zárt. Sínylődtem rabkenyéren, vakoskodtam pislákoló, éppen hogy ellenfényben, mégis övé a vérem, övé a szívverésem, s övé a könnyem, ahogy enyém volt anyám mellén a tejcsepp, amelyből lettek véremben a sejtek, s a sejtekből adhatott nekem testet, ha mások százszor elátkozzák is, én megáldom Budapestet. Szabadságot vágyta. Az esti ködökkel terjengő vélelem, hogy szegény üldözött magam az emberi gyarlósággal eljegyeztem, csupán álságos látszat és könnyű kezekkel osztott rágalom, hisz az emberi gyöngeség akár a félelem mindig csak émelygést indított el szegény szívemben. A szabadságot vágyta minden dalom. Szívem még gyanútlan volt és nyitva minden gyönyörnek, bogjas hajam körül még nem ólálkodott a tél, de már hadat üzentem az árnyéklakó szabadsággyilkosoknak, ellenségé lett előttem minden alávetésre hergelt hatalom. Csak azt az ajkat szerettem, amelyből a gondolat szabadon, szívek ritmusában a szívekhez beszél, a szabadságot vágyta minden dalom. Azért lettem mérnök, tudós és világutazó, hogy kérdezni tudjak, és a kérdésekre magam feleljek, költő lettem, hogy a szabadságra fogékonyak tőlem hallhassák, hogy cseng a tiszta szó, s a zsarnokság az önkény hordáit támadó ég élén meneteljek. S ne csupán azt kérdezzem, nem lesz ebből bajom? A szabadságot vágyta minden dalom. Elrepültem ezerszer is Los Angeles-től Shanghaiig, oda, ahol a varázslást s a csodákat tanították, láttam a mártírok emlékműveit, kiknek hitére életükben azt mondták, ja, potomság. Jártam a szemben álló hadakban, egyszerre mindkét oldalon, kést adtam a gyáva kezébe, hogy felszabadítsa vacogó álmait. A szabadságot vágyta minden dalom. A fejemre zúduló bőszvihar, amit a történelem reám borított, csak hinc-hánc apró szelecske volt a magyar örökségből, mégis véremig, velőmig, utolsó sejtemig felháborított, hisz meg akart fosztani az utolsó reménytől, azt köpte mérgező nyállal a szemembe, hogy szabadság vágyamat megbaszhatom. Kérdezzétek meg, aki valóban szabad szemmel nézett akkor a szemembe. A szabadságot vágyta minden dalom. Most, amikor lehallgató berendezések feszülnek a kollektív és magántudat alatt, és állati indulatok őrködnek közfeladattal a gyökértelenné züllesztett lét fölött, a szabadság mélyföldjeitől a csúcsokig húzódnak a valaha volt legnagyobb nagy falak, s az ágyak alatt az ügyeletes rendőrspiclinyög, amikor a remény hattyúinak fehér szánytollait már magam vagdalom, akkor is azt üvöltöm a despotizmus részek fattyúinak. A szabadságot vágyta minden dalom. Thank you.
Kedves hallgatóink! Műsorunk vége felé közeledik, még egy versre van időnk, Szabó János költőtől. Kedves János, mi lesz a műsorzáró vers? Megszökjem-e hazámból, avagy kitartsak? Részlet. Feltámadtak ismét az önpusztító kegyetlen szelek, s a régi magyar szalmatüzek pernyéjét Európa felé kergetik, akikre a jövőt nagy csinadratával bízták, azok mindegyéke most testvértemet, őrült hajlamai a magyart ismét tulajdon vérei ellen hergelik. Felhangzik ismét a különféle magyarok imája, ismét hullnak, vesznek, s jajgatnak, mint már annyiszor, ismét tarol köztük az idők lavinája, agyuk zavart, szívük parázson izzik, szavuk komor, komor. Ma ismét saját zsebbe süllyedő marokkal osztogatják errefelé az igazságot, a mezők terítve ezer kivert foggal, ez a föld ilyet már gyanúsan sokszor látott. A diktátor hű népéről beszél, de csak az fontos neki, hogy gyülevész műszittyáinak jusson. A többi úgy tudja, hogy csak rendes sorsa veri. Míg ő a felhatalmazottságát lobogtató önkény újra és újra rajta üt otthonainkon. Elszökjem-e az otthontalan világba kezemben frissen tépett olajággal, mégis csontra lélekre vetkezetten, vagy kitartsak legjobb fiait elemésztő hazámban, félelembe süppett szívvel betapasztott szájjal, kezemtől lábamtól megfosztva, s fuldokolva szégyenletemben. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végére értünk. Köszönöm Szabó Jánosnak, a költőnek, hogy eljött hozzánk. Remélem, lesz még hozzá szerencsénk a Civil Rádióban. A Civil Rádióban találkozunk önökkel, bízom benne, a jövő hétfőn 20 órától 21 óráig. Még egy közérdekű információ, a Budaörsi Olvasókörben szeptember 13-án Gerendás Péter zenél a résztvevőknek. Ha gondolják és van idejük, jöjjenek el oda is. Viszontlátásra! Olvasókör. Zenés barangolás saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában.